A mobilitási hét program sorozatával hívja fel hétfőtől péntekig a figyelmet a környezettudatosságra a Nádor utcai óvoda. A gyerekek nem csak élményekben gazdagodhatnak, de az egészséges versenyszellem jegyében rajzpályázaton és gyorsulási versenyen is összemérhetik tudásukat. A Nádor utcai óvoda is csatlakozott az autómentes világnaphoz és a mobilitási hét programsorozatához. Egész héten a közlekedés szabályaira, illetve a környezetvédelemre hívták fel a gyermekek figyelmét. Autó nélkül a városban címmel rajzpályázatot is hirdettek, amelynek ma tartották az eredményhirdetését az intézményben. A művekből az óvoda aulájában kiállítás is nyílt, de számtalan egyéb módon is tanulhattak a kresszről, a kerékpáros közlekedésről a kicsik. Készítettek az óvónők közlekedési táblákat puzzle formájában, amiket kirakhattak a gyerekek, beszélgethettek róla, illetve séta alkalmával is figyelték a táblákat, a közlekedést, illetve beszélgettünk arról, hogy amikor jönnek az óvodába, akkor hogyan kell a helyes közlekedést végezni, illetve elsajátítani. A középsősök, nagycsoportosok, illetve az óvisulisok kerékpáros közlekedés témakörben interaktív foglalkozásba kapcsolódhattak be, mintegy 60-an, a városrész körzeti megbízottjának vezetésével. Majd kerékpáros körútra indultak az óvoda körül, de szívesen meséltek arról is, hogy merre szoktak biciklizni. Ez a kisfiú Szegedről jár át az óvisuli program kedvéért a Nádor utcai iskolába, így legtöbbet a nagymamájánál szokott kerékpározni. Mint szentem. Vagy a Rónátig megyek, vagy a kútig, tovább a mama azt mondta, hogy nem mehetek, mert ott van egy kicsi konyha, és nem lát. Vagy elmegyek a másik irányba, arra van egy nagy juhászkutya, arra csak akkor megyek, amikor a juhászkutya nincs itt, mert az nagyon, de is nagyon hatalmas az ugat, és egy kicsit félek tőle. Holnap folytatódik a program. Az óvisuli csoport vállalkozó gyermekei az iskola udvarán gyorsulási versenyen vehetnek részt.